kamera, illetve mikrofon mindkét oldalán állsz. Több szerepben tündökölsz a sportban, volt ökölvívóként, aztán sportriportaként, sportvezetőként. Ha egy mai 10 éves gyerek megkérdezi, ki az a Kovács Kokó István, akkor melyik az első titulus, hogy mondanál magadról? Hát ha megkérdezi, nagyobb baj, hogy nem kérdezik meg, hanem azt mondják, hogy a srác a Starbucksból. Ez megtörtént nem is olyan rég. Be kell látni, hogy a mai 10 évesek már valóban nem úgy emlékeznek rám, vagy nem is emlékeznek rám, hiszen több mint 20 éve, hogy kiléptem a szorítóból, és a sportdiplomáciai tevékenység meg nem annyira látványos, mint egy élsportolói tevékenység. Én mégis erre vagyok a legbüszkébb, tehát minden, amit elértem, minden, amit csináltam, minden, amivel foglalkozom, ez mind annak köszönhető, hogy én az ökölvívó sportágat üztem, vagy ha lesarkítom, akkor annak köszönhető, hogy én Atlantában olimpia bajnok lettem. Tehát hogy egy valamit kell kiemelnem, és ezt minden egyes interjúban, amikor arra kérnek, hogy először mutatkozzam be, azt szoktam mondani, hogy 4 gyermekes családapa, olimpia bajnok. Ez a két titulus, mind a kettőt megdolgoztam, ez a két titulus, amire a legbüszkébb vagyok. Nyilván a nézettségi adatok mutatták annak idején a profi meccséd alatt, hogy mennyire népszerű vagy, de mondjuk azt hogy éltem meg, hogy például a nagymamák, akik soha semmilyen sportot nem néztek, mondjuk az enyém, az fennmaradt azért, hogy a te meccsédet megnézze, hogy ezt a népszerűséget hogy lehetett feldolgozni annak idején? Hát feltéve, ha sikerült feldolgoznom, nem tudom, mert én szerencsére akkor épp Németországban éltem, ezért csak szeleteket kaptam, tehát hazajöttem egy rövid időre a mérkőzések után, és akkor egy-két hét őrület, és aztán visszautaztam egy nyugodtnak nevezhető környezetbe, Hamburgban, ott Wandsbekben a kutya nem tudta, hogy én kicsoda, ki vagyok, és ez egy jó kis kettősség volt, hogy nem örültem bele ebbe az őrületbe. Másrészt pedig ez egy nagyon örömterő dolog, tehát amikor az ember ökölvívó lesz, vagy sportoló lesz, akkor az egyrészt öncélú tevékenység, hiszen saját magadnak akarsz sikert, a körülötted élőknek, a szeretteidnek akarod megmutatni, hogy ki vagy, de valójában nem, mert egy olyan ambícióval kell, hogy rendelkezz, hogy az egész világ lássa, hogy én ki vagyok. Azért akarok világbajnok lenni, hogy megmutassam, hogy én vagyok a világ legjobbja. És hogyha ezt az ország is értékeli és követi, akkor elértük a célunkat, akkor jó úton haladunk. Ez nekem nagyon nagy öröm volt, hogy ahogy mondtad, a nagymamák is követtek engem, ami egyben azt is mutatta, hogy nem az ökölvívást követték, vagy nem az ökölvívást, hanem személy szerint engem. Nagyon megtisztelő volt, és én megpróbáltam ennek tükrében tevékenykedni, és ennek tükrében dolgozni, és talán pont ezért érintett engem nagyon mélyen a verességem, és kértem elnézést a nézőktől, mert pontosan tudtam, hogy hány és hány ezer, tízezer, százezer embernek rontottam el a szombat estéjét. Hozzáteszem, hogy nekem nem csak a szombat este romlott el, de aznap este én tényleg úgy éltem meg az egészet, hogy én becsaptam az országot, én most nagyon szégyellem magam, és ez a szégyen, ez nem mondom, hogy nincs meg most már, de ezt én pontosan tudom, hogy szerencsére emellett az egy rossz mellett mennyi jó estét tudtam szerezni a magyaroknak, és ez egy óriási ajándék számomra, hogy a sportolói pályafutásom ilyen boldogát tett, és ennyi sok örömet tudtam szerezni az embereknek. És akkor még annyit, hogy a közelgő párizsi olimpián magyar ökölvívótól vársz-e valamelyiküktől érmet esetleg? Mind a hárman nagyon-nagyon jó bunyósok, de nem tartoznak a világ közvetlenül élvonalába. Ezt azért lehet látni az elmúlt évek világversenyeit. Hát ugye úgy is jutottak ki, hogy a Kovács Ricsi vagy a Luca Európa játékok harmadik helyjel, ami azért nem azt jelenti, hogy nem megnyerték az EB-t, és a világranglistán sincsenek benne, nincsenek kiemelve például, tehát nem hogy az első nyolcban talán nincsenek benne, de ez még nem jelenti azt, hogy nem érhetnek oda egy éremre. Nagyon fontos náluk a jó sorsolás. Ha elkerülik a nagy neveket, és mivel nincsenek kiemelve, ezért ez nem lesz könnyű, akkor akar egy pontszerző helyre, vagy akár egy éremre is eljutnak. Hát volt ilyen, hát Barcelonában Béres Zoltán például egy elképesztő jó sorsolása jutott el a bronzéremig, ahol aztán már természetesen az erősebb és jobb ellenfél győzött. Bízunk a jó sorsolásban, és bízunk abban, hogy 2000 után újra lesz érem, mert 24 év az elképesztő hosszú idő.